Oh,
Is rakosgattam, mert szürkék is voltak az én köveim között. Én amiket elloptam, azt beleraktam. Elloptam tőled, akkor én beleraktam az enyém. Jó van. Nekem már nincsen több kövem. Én nekem is elszegyem. Aztán!
csináltak, amivel akartuk, oda mész, ahova akartuk. És igen, a csoportunkban lehet? Szabad program lesz, igen. Oké, mert hogy szerintem... Csak egyedül ne menjetek, mert mi vettek kis csoportokban, jó? Jó, oké.
Igen, a szarvasra. És ugye a barlangi medvére. Ez a három a szent állata is volt ugye az ősembereknek. Ahogy ugye megőzte az állatokról, akkor fog kiképíteni. Amikor megőztük az állatról, és meg kell tulajdonképpen kenni, azt le kell cserszeni, le kell tisztíteni, cserszalkozatot. Le kell sózni, úgy tudjuk megfogni a bőr is használható. Ősemberünknek itt a bükhegységben volt a sója. Be tudta el sózni a bőrt, hogy el ki tudja készíteni. Igen. Miből vannak ezek a... Miből festette? Miből festette a barlangrajzokat? Amit talált a természetben, ez azt jelenti, hogy... Meg vérből. Vér, esetleg növényekre gondoljatok, hamura, zsiradékokra, élanyagok, mivel hogy a Mészkőhegységben folyamatosan majd fogjátok tapasztalni, hogy csökök. Adódóan, illetve fosszilis íjat találtak meg a barlangban, ami a környékre nem igazán volt jellemző, formázni apró ütésekkel. Amint láthatjátok, elég kemény, apró szilánkok törnek le róla. Már úgy is látom, hogy el van törve a vége, úgyhogy itt egy picit megfogjuk. Aztán egy sima pattintott kővel, amit látjátok, hogy ki sincs hegyezve, fogom, és elvágom, és apró ütésekkel tudjátok formázni, amire nincsen szükséged, azt egyszerűen lepattintod. Meg is tudjátok csiszolni itt a kőnek az oldalán, akkor tudunk belőle igen apró szívecskét csinálni, hát amikor eltörik, akkor újra kezdjük. Magát az éjat használtam. Azt viszont először tulajdonképpen valószínű, hogy vadászatra használta, csak utána lett belőle ugye tűzgyújtó szerkezet is. Erre rá csavartam egy borsó féleséget, lefogom egy kővel, és elkezdtem tolni, húzni, mintha fűrészelnék. Thank you.
csiszolom, akkor ez is egy idő után be fog melegedni. Egy kis oxigén kell hozzá, bár nagyon sokáig azt használták, az nagyon száraz, nagyon jól megtartja a parazsat, és akkor ráfújták ezt a növényeket, és úgy tulajdonképpen van neki madzagja. És mivel csináltak? Magát a fonalat? Általában kenderből, vagy lentből. Még ezt is, hogyha megnézitek ezt, végül is a spárgat, de hogyha megszagolod, akkor ennek is van egy jellegzetes illata, amit ugye beáztatnak meg, kicsapják meg, kifésülik, hogy abból tudjanak fonalat készíteni. Itt a kövek azért vannak, hogy ezt az alapfonalat kifeszítsék, lesúlyozzák, igen, és ezt biztos, hogy tanultátok technika órán. Itt minden másodikat, ugye ami picikét hát van, azt ugye fölvesszük, mert elmocsorontva. Vesszük a madzagot, csak figyelni kell rá, hogy ne húzzuk össze, és nagyon szorosan egymáshoz tolom a szálakat. Már amint láthatjátok, kétféle madzagom van szintén, de itt már nem kell számolgatnom a szálakat, mert a tábla ketté veszi. Az egyik bele van fűzve ebbe a lukba, a másik pedig szabadon tud mozogni. Azt jelenti, hogy felhúzhatom a táblát, akkor felülre kerül a lukba. Fűzött részt alul van a csúszó, ha pedig leengedem, akkor ugye ez már megcseréli nekem a szálakat. Mindig nézem, hogy hol hagytam abba, és hogy hol keresztezi egymást a szál. Ha most felhúzom, amint látjátok, itt keresztezi, és innen egyszerűen csak áthúzom a másik oldalra, és kész. És most megcserélem a szálat, most lehúzom ugye a táblát, erről az oldalról csak áthúzom, és kész a második szálam. Ezek hatalmas nagy táblák is lehettek, szintén a kisökőnek a laposabb felületével, ugye elkezdi dörzsölni, ránehezkedünk, és úgy dörzsöljük szét ezeket az apró magokat. Ez lehetett búza, árpa, rozs, és így a saját erőnket használva dörzsöljük szét teljes egészében porrá, liszté, amit láthatjátok. Aztán szintén jöttek a kálták. Meghezikóval laktak a kálták, emlékeztek még rá? Na, a legutolsóban. Ide középen van egy lux, ebbe szórom be, úgyhogy tulajdonképpen mindenki ugyanazt fogja kapni. És itt találtam valami koponyát. Hűha, ne mozduljon. Hát a legnagyobb baj az, hogy nem tudjon. Én sem tudok. Még egy. De azt már csak betalod. Ez jó volt, találtam én. Csináld a család. Nagyon jó volt. Itt szeretünk egy nyomakó. Milyen lesz-e, aki ilyeszel a mokozóba? Nyomakós. De amúgy nem szóltam, hogy zúrja. Nem is találtam. Szűk kövületőt találtam. Ez én is amúgy. Én találtam egy koponyának az alsó részét. Ez igazi koponyát találtam. Ez mis volt? Ezek már elmozgultak az elsőt. Ezek úgy lent van. Olyas! 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 Olyas!
Thank you.
Thank you.